5 milliárd forintos keret határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítésére pályázhatnak a vállalkozások. Leszerződtek, a szerződések nagy részét már megkötötték a dohánytermelők, a dohánymag vetésével elkezdődtek a dohánytermelési munkálatok. Felkészítés, nem csak a nyári abroncsok felszereléséből áll az autók tavaszi felkészítése, ellenőrizni kell a féktárcsákat és a fékbetétek állapotát is. Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítésére és élénkítésére is pályázhatnak majd a vállalkozások. A keret 5 milliárd forintos. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A támogatás a tavaly indult Kárpátaljai Gazdasági Fejlesztési Program része. A gazdálkodó szervezeteket a Magyar Nemzeti Kereskedőház segíti, amelynek jelenleg már 4000 vállalkozás tagja, hangzott el a Kárpát-medencei Gazdasági Konferencián Hajdúszoboszlón. Számos vállalkozás kiállítóként érkezett az első Kárpát-medencei gazdasági konferenciára és kiállításra Hajdúszoboszlóra. A kormány tavaly indította el a 30 milliárd forintos keretösszegű kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások határon átnyúló fejlesztése. Folytatódik a EGÁNEDE gazdaságfejlesztési terv Kárpátalján, ami az elmúlt évben indult. Tavaly 2 milliárd forintnyi visszanemtérítendő támogatás került felhasználásra, több mint 1100 vállalkozás kapott támogatásokat a kis- és középvállalkozók, a mezőgazdasági termelők és a turisztikában vállalkozók. Ebben az évben az jelentős mértékben meg fog növekedni, 5 milliárd forintra fog növekedni ez a keret. Hamarosan a vajdasági és a kárpátaljai mintára a felvidéket is támogatja majd a kormány, amely a KKV-k erősítését segíti majd. A felvidéki magyarság 1991 és 2011 között nagyon jelentős népességfogyással sújtatott, hisz közel 110 ezerrel lettünk kevesebbek, és ez nem csupán az asszimiláció számlájára írható, hanem arra is, hogy igazából a gazdaság és a régió fejlesztése a déli általunk lakott területeken mostoha gyerekként volt kezelve. Tehát nem csupán az asszimiláció, hanem a fiatal generáció elvándorlása is problémát jelent. Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes kulturális-gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket a határon átnyúló pályázatok segítik, közölte a nemzetközi helyettes államtitkár, aki hozzátette, az elmúlt időszakban sikerült elkerülni a forrásvesztést hazánknak, és összesen 8000 milliárd forintot fordíthatott a programra. Örömmel mondhatjuk, hogy Magyarországban sikertörténetként tekinthet az ugyan programnak. Sajnos azonban nem mindig volt ez így. Az előző 2007-2003-as fejlesztési ciklusban sportnyelven szólva a sírból hoztuk vissza a győzelmet, azaz a teljes forrás fenyegetést. Amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az ország irányítását, olyan rosszul állt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer, az egész pályázati struktúra, hogy Brüsszel legalább 30%-os forrásvesztéssel számolt Magyarország tekintetében. Ez több mint 2000 milliárd forint elvesztését jelentette volna, ekkora összeghiányozva most a magyar gazdaságból. A Kárpát-medencei magyarságot gazdasági szempontból is támogatni kell, közölte Magyar Levente. Hozzátette, ennek eredménye, hogy a vajdaságban a napokban 4000 magyar vállalkozóval írnak alá majd szerződést, akik a mezőgazdaságukat fejlesztik a támogatásból. Egy olyan pénzösszeget mozgatott meg ezzel a céllal, amire korábban nem volt példa. Körülbelül 140-150 milliárdnyi pénz mozdult meg erre a célra, tehát mintegy fél milliárd eurót sikerült megmozgatnunk, és ebből a pénzből hatalmas léptékű, soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg sorra határon túli magyar területeken. A délvidék legdélebbi pontjától egészen a kárpátaljai Hágókig, és Erdélytől, Kézdivásárhelytől egészen Pozsonyig. Ez egy új politika, ami korábban nem létezett, de mi azt valljuk, hogy a magyarként való megmaradásnak az egyik legfontosabb feltétele, hogy legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is megalapozott a kisebbségi lét. A gazdálkodó szerveket a Magyar Nemzeti Kereskedőház segíti, amelyhez 2016-os indulásuk óta már 4000 vállalkozás csatlakozott.
Tavében 1,5 millió eurónyi üzletet tudtunk hozni ebben az együttműködésben, ami azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy nem régen kezdtük meg ezt a munkát. Fontos eredmény az is, hogy minden olyan szolgáltatást, ami a kereskedőház rendelkezésére áll, ebben ezt a Kárpát-aljai és valamennyi határon túli magyar vállalkozás számára is elérhetővé tettük. Vagyis lehetőségük van a cégre szabott exportfejlesztési akciótervet kapni, vagyis tudnak fókuszálni, hogy milyen országba, távolabbi országba érdemes majd elindulniuk. A kereskedőház úgynevezett állami exportfejlesztőként működik, de nem csak a magyar termékeket értékesíti, hanem például a technológiai fejlesztésekben is segítséget nyújthat. Még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom, így a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás, és nem szabad avart, kerti hulladékot sem égetni. Utóbbit azonban engedélyezheti önkormányzati rendelet, érdemes tájékozódni a helyi szabályozásról. Nyíregyházán például a Nagykörúton belül a nyílt téri égetés nem megengedett. Az avar és kerti hulladékok égetése a családi házas övezetben úgynevezett tűrt állapotként elfogadottan lehetséges. Március 15-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 15-ig a tűzgyújtási tilalom betartásával nappal szélcsendes időjárási viszonyok között. A szerződések nagy részét már megkötötték a dohánytermelők. A dohánymag vetésével elkezdődtek a dohánytermelési munkálatok. 3450 hektár a teljes dohányterület itthon, ebből 750 hektáron Burleyt, a többin Virginia dohányt palántázhatnak majd áprilisban. A tavalyihoz hasonló, mintegy 6300 tonnányi termésre számítanak az ágazatban. Óránként 1200 ilyen tálcába töltik a dohánymagot, ez a tűzeggel együtt kerül be a fóliasátor alá. A gépi úton bevetett tálcákat így helyezik egymás mellé az 50 méteres sátorban. Majd feltöltik vízzel, beadagolják a tápanyagokat, és itt nevelkedik a dohánypalánta 45-50 napig. Időközben nyírják a palántát és védik a betegségektől. Ez a technológia korábban alkalmazott úgynevezett tépet palántákhoz képest egy sokkal biztonságosabb palántanevelés, kiszámíthatóbb, mivel hogy egy tápközeggel kerül, tápkockával kerül ki a növény a szántóföldre, ezért a megeredése sokkal biztosabb és stabilabb lesz, egyenletesebb lesz az indulása, egyenlő esélyekkel indulnak az életfeltételei odakint. Ez a később a dohánytermesztés egészére hatással lesz. 1800 tálca fér el ezen a 10-12 hektáros telepen, de más telephelyekkel együtt 3,5 millió palántát ültethetnek majd el. Ilyenkor tavasszal a területeket előkészítik, és ezek az első munkafolyamatok, amiket elvégeznek a dohánytermelők. Április végén kerülnek ki a földekre a palánták. 3450 hektár körül lesz a teljes dohányterület, ebből egy 750 hektár körüli a Burleyt dohány, a többi a Virginia dohány. A megyébe ennek a teljes mennyiségnek közel 90%-a kerül bevetésre, illetve kiültetésre. A dohánytermesztés már nem kap közvetlen támogatást az Uniótól, csupán az úgynevezett szerkezeti átalakítás segítő támogatást igényelhetik az ágazatban. 2015-től már szinte csak a hazai támogatásokra számíthatnak a dohánytermelők, mondta el a szervezet elnöke. A felvásárlási árak is tulajdonképpen emelkedtek azon mód, hogy a meghirdetett alapára kevésbé emelkedtek, de bizonyos mennyiség megtermelését meghaladó esetekben premizálják a felvásárlási árat, és így most már Magyarországon is egy 1,5 eurót tudunk elérni kilogramonként a felvásárlási árba. Egyre több termelő biztosítást köt területére, mert tavaly is elverte a jég a dohánytermést a megyében is. A szerződéskötésekkel március közepére már teljesen a finisbe értek. A tavalyihoz hasonlóan 930 körüli szerződéskötésre számítanak. Tavaly 6343 tonna dohányt termeltek itthon, összesen 3366 hektáron. A korrupció leküzdéséhez törvénymódosításra, szigorúbb büntetési tételekre van szükség, mondta Nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbik megyei elnöke. Adorján Béla kiemelte,
törvénymódosítási javaslatot fogalmazott meg a Jobbik, ehhez kérik a kormány támogatását. Az elsődleges cél a közpénzek megóvása, hiszen aki közpénzt lop, életveszélyt is okozhat, sérülhet ugyanis az egészségügyi, szociális ellátás, valamint az oktatás-nevelés támogatása, véli a politikus. Talán az egyik legfontosabb a büntető törvénykönyv arra vonatkozó módosítási javaslata, amely összességében mintegy 80 évvel súlyosbítaná az elkövetett korrupciós bűncselekményekre kiszabható büntetési tételeket. Ez azt hiszem, hogy megalapozza azt a jövőt, amikor el tudjuk rettenteni a korrupciós bűncselekmények elkövetőit attól, hogy ők elvegyék a közpénzeket a kórházaktól, a pedagógusoktól, a nyugdíjasoktól és a szociális rendszerből. Nemzeti ünnepünk alkalmából több elismerő kitüntetést adtak át ország és megye szerte. Szabó Soma karnagy, a Kantémusz kórus művészeti vezetője Liszt Ferenc díjat kapott. A Magyar Sajtónapja alkalmából, ahogy szerdai tudósításunkból is kiderült, Pap Attila sportriporter vehette át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés bronz plakettjét. Mellettük többek között a katasztrófavédelem kiemelkedő teljesítményhújtó munkatársait is díjazták. Országosan két kollega részesült március 15-e alkalmából kitüntetésben, illetve elismerésben. Pável János nyugállományú főhadnagyot Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül századossá léptette elő, illetve Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság főigazgatója, Kormos Róbert tűzoltó századost, a megyei igazgatóság hatósági osztály kiemelt főelőadóját, kiemelkedő munkája teljesítményéért ajándéktárgyban részesítette. Egyébként kitüntetések voltak megyében is. A megyei igazgató Varga Béla tűzoltó ezredes 8 kollégát részesített példamutató munkája miatt elismerésben, akik karóra ajándéktárgyat vehettek át. A tavasz beköszöntével nagyobb figyelmet kell szentelnünk gépjárműveinkre. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Sorozatban 6. győzelmét aratta, és ezzel biztosította a helyét a felsőházi rájátszásban a Nyíregyháza Blue Sharks. Megszerezte első tavaszi győzelmét a megyei első osztályú bajnokságban a listavezető Balkány, amely 3-1-re verte a Sényőt. Nem csak a nyári abroncsok felszereléséből áll az autók tavaszi felkészítése, hívják fel a figyelmet az autószerelők. Az általunk megkérdezett szakember arra hívta fel a figyelmet, fontos ellenőriznünk a féktárcsák állapotát, hiszen a téli sós latyak sok esetben azt is tönkre teheti. Emellett az olajszintet is érdemes ellenőriznünk, valamint az ablakmosó folyadékokat téliről szintén nyárira érdemes cserélni a jó idő beköszöntével. Gépjárműveink tavaszi felkészítésénél nem mindenhez kell szakember. A motorház felnyitása után mi is könnyedén ellenőrizhetjük az olajszintet, vagy éppen az ablakmosó folyadék tartály állapotát, feltöltöttségét. Érdemes megnézni a fényszóró borítását is, hogy az sárga vagy bemattult-e. A plexilapot érdemes megnézni mindenféleképpen, hogy a fényerejéből ne veszítsen a fényszóró, mert ha le van matolva, akkor azt föl kell políroztatni, mert hát télen ugye azért világítás volt, levízkövesedik, lematol, és egyéb szennyeződések, amik rajta vannak, azokat le kell tisztítani róla. A tavasz beköszöntével az egyik legfontosabb, hogy a téli abroncsokat cseréljük le, ám ilyenkor érdemes a féktárcsákat, fékbetéteket is ellenőriztetni. A téli só és a latyak mindenféleképpen megette ezt a féktárcsát. Valószínű, hogy a kézifék kötélésbe szorult, és hát egy picit rátartott a fékre. Ezt tulajdonos észre se vette. Ugyanez látható a fékbetéten is, hogy ez gyönyörűen megkopott. Ennek a megoldása csak egy csere. Ez általában mind a két oldalt ugyanerről lehet szó, úgyhogy ez jobb oldalon és bal oldalon egyértelműen. Általában ez a hátsó fékekre vonatkozik. De meg kell csinálni mindenféleképpen szélkeszedni, és meg kell egy picit mozgatni, kenni, zsírozni, hogy ezek a betétek könnyen mozogjanak a helyükön, hogy ne tartsanak rá a fékre. A téli kátyuk után a futóművet is érdemes ellenőriztetni, hiszen az elállítódhatott. Az állítás és a lengéscsillapító vizsgálata akár egy abroncscserét is megelőzhetnek, hiszen a hibásan álló kerekek miatt elkophat az autógumi.
Sorozatban 6. győzelmét aratta, és ezzel biztosította a helyét a felsőházi rájátszásban a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen 98-67-re verték a MAFC második csapatát. A nyíregyháziak szombaton a MEAFC együttesét fogadják. A MAFC második csapata sereghajtó az NB1B keleti csoportjában, így a nyíregyháziak számára értelemszerűen csak a győzelem volt elfogadható a mérkőzésen. Az első negyedben kicsit döcögött a hazaiak játéka, ennek ellenére 10 perc után 3 ponttal vezettek a kék cápák. 35-28-nál még látótávolságon belül voltak a fővárosiak, aztán viszont egy 19-0-ás szakasz produkált a házigazda, végleg eldöntve a mérkőzést. A folytatás már csak formalitás volt, a kulcsemberek pihenhettek, a fiatalok pedig bizonyítási lehetőséget kaptak. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy eljut-e a 100 pontig a Blue Sharks, ez végül nem sikerült, a zsinórban 6. győzelem megszerzése viszont igen, amivel bebiztosította helyét a felsőházi rájátszásban Siska János együttese. Azt hittem, hogy a Marc az egy nagyobb ellenállás fog tanúsítani, de ugye egyik kulcsjátékosok a Molnár Marci említettem lebetegedett, ez ugye más szerkezetben támadtak. Igazából elégedett vagyok a mérkőzéssel. Próbáltuk azt csinálni, amit elterveztünk, az elején meghúztuk a mérkőzést, bár kicsit nehezen indultunk bele, de utána már jobban játszottunk, összeraktuk a védekezést, ugye a védekezést váltottunk, gyakoroltunk is közben védekezést, és örülök annak, hogy a kulcsjátékosságait tudtuk pihentetni, így van, és hogy a fiatalok is pályát tudtak kerülni, és ők is jó teljesmény nyújtottak. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elkeseredett, mivel, mint elmondta, számukra az a legfontosabb, hogy a fiatal kosarasok minél többet játszanak fejlődésük érdekében. Mi úgy indultunk ennek a bajnokságnak, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat ugye minél több versenyszituációba hozni, pláne egy színvonalas B csoporton. A célunk egyértelműen az, hogy minél több mérkőzést megnyerni, megszorítani, ezeknek a srácoknak a fejlődést biztosítani. Továbbra is, tehát mi minden meccsre nyerni megyünk, utána pedig a meccs hozza, hogy mi alakul ki. Oláh Zoltán ismét jól szállt be a kispadról, a nyíregyházi kosaras 22 ponttal vette ki részét csapata sikeréből. Elsősorban szeretnék gratulálni a csapatnak, nagyon erős mérkőzés volt, pont erős mérkőzés. Az, hogy megszokott, hát próbálok minden meccsen a magamból kihozni a legjobbat, igyekszem, hogy a csapat minél több és minél hasznosabb tagja legyen. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Debrecen vezeti 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 13-6-os mutatóval a 4. helyen áll a táblázaton. A kék cápák szombaton 16 óra 30-kor a Miskolcot fogadják a Continental Arénában. Megszerezte első tavaszi győzelmét a megyei első osztályú bajnokságban a listavezető Balkány, amely 3-1-re verte a Sényőt. Mirgai László együttese így 6 ponttal előzi meg az egyel több mérkőzést játszó Tiszavasvárit. A Balkány a következő fordulóban a 4. helyezett Nyír Gyulajt fogadja. Hazai győzelemmel zárult a megyei első osztályú bajnokság 18. fordulójának rangadója, a Tiszavasvári 3-1-re vert a nagy ecsedet. A Nyír Gyulaj 5-0-ra kiütötte a fehér gyarmatot, a Tuzsér 3-0-ra nyert a Gyulaháza ellen, a Nagyhalász Mándokról vitt el a 3 pontot 1-0-ás sikerével. Két találkozó végződött döntetlennel, a Máté Szalka Baktoló Rendháza meccs 1-1-jel, az Ibrány Vásárosnamény összecsapás pedig 2-2-vel zárult. A listavezető Balkány 3-1-re verte a Sényőt. Mirgai László 47 mérkőzés óta veretlen együttese 38 ponttal áll a tabella élén, megelőzve az egyel több meccset játszó 32 pontos Tiszavasvárit, a 29 pontos Nagyecsedet és a 28 pontos Nyír Gyulajt. Nekünk most még nem szabad nézni a tabellát, persze megnyugtató, hogy a 9 ponttal vagyunk Ecsed előtt, Vasvári előtt 6-tal, ugye, de én azt gondolom, hogy ha továbbra is csak arra törekszünk, hogy mindig a következő meccset nyerjük meg, akkor ráérünk majd a vége fele nézni a tabellát, és azt gondolom, hogy ha ilyen jól szereplünk, és továbbra is a veretlenségünket tudjuk tartani, akkor előbb-utóbb leszakadnak a mögöttünk lévő csapatok. De igazából nem foglalkozunk még ezzel. Jól esik, hogy ennyivel vezetünk, aztán majd meglátjuk, hogy alakul továbbiakban. A 19. forduló rangadóján a Balkány a Nyír Gyulajt fogadja. A Nyír Gyulaj nagyon jó csapat, tudjuk, hogy idegenben is jól szerepel,
Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, sajnos a pályánk nagyon rossz, nagyon mély esőt is mond hétvégére, úgyhogy a körülményekkel is meg kell ezt küzdeni. Hát én azt gondolom, hogy ez három esélyes ez a mérkőzés, bármi megtörténhet, hát azon leszünk, hogy ha a helyzetkihasználásunk javul, akkor talán begyűjthetjük ezt a három pontot. A forduló további párosítása a következő, Baktalórendháza Tiszavasvári, Vásárosnamény Mátészalka, Nagyecsed Mándok, Nagyhalász Tuzsér, Gyulaháza Rakamaz és Fehérgyarmat Ibrány. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítésére és élénkítésére is pályázhatnak majd a vállalkozások. A keret 5 milliárd forintos. A támogatás a tavaly indult Kárpátaljai Gazdasági Fejlesztési Program része. Még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom, így a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás, és nem szabad avart, kerti hulladékot sem égetni. A szerződések nagy részét már megkötötték a dohánytermelők. A dohánymag vetésével elkezdődtek a dohánytermelési munkálatok. 3450 hektár a teljes dohányterület itthon, ebből 750 hektáron Burleigh, a többin Virginia dohányt palántázhatnak majd áprilisban. Nem csak a nyári abroncsok felszereléséből áll az autók tavaszi felkészítése, hívják fel a figyelmet az autószerelők. Fontos ellenőrizni a féktárcsák, fékbetétek állapotát, hiszen a téli sós latyak sok esetben azt is tönkreteheti. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 16-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, éjszaka még száraz, hideg, holnap már egyre enyhébb és estétől nedvesebb levegő áramlik fölénk, az előttünk álló éjjelen gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derült napos idő várható, majd délutántól megnövekszik a felhőzet, az esti óráktól eső, zápor is valószínű, a déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap napközben melegfronti hatás lesz térségünkben. A folytatásban a hét végén sok lesz felettünk a felhő, több alkalommal várható eső, zápor, fagymentesek lesznek az éjszakák, és pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. A jövő hét elején változékony, de igen enyhe időnk lesz felhősödéssel, napos időszakokkal, esővel, záporokkal. A hét második felében már felhős, csapadékos, de továbbra is enyhe idő valószínű.